Sziasztok! Szerda van, és ilyenkor szoktam bejelentkezni, és valamit mesélni alapvetően arról, ami az aktuális hétnek a témája, és ezzel haladni. És ma is ezt tervezem, úgyhogy itt a Facebook oldalamon a vibrátorokról lesz szó, majd később fél hétkor, ha minden jól megy, és sikerül végre élőben bejelentkeznem, akkor a zárt csoportban az orgazmusokról fogok beszélni, az én orgazmus történetemről is, meg a lehetőségekről is. És azért is jó nekem, vagy örülök annak, hogy van egy ilyen zárt csoport, ahol ezt megtehetem, mert például most, hogy a Sexual Blueprintnek a hete van, és én a Facebookra akartam írni egy beharangozót arról, hogy ezen a héten a Sexual Blueprint hete van, és lesz szó vibrátorokról, és dildókról, és orgazmusokról, és pornóról. A Facebook úgy döntött, hogy ezt én így nem tehetem meg, úgyhogy nem sikerült például a posztot kitennem. És ettől függetlenül meg nagyon jó, hogy tudom, hogy van egy olyan fórum, ahol megtehetem, elmondhatom az élményeimet, mert szexpozitív, és ezt ráadásul olyan közegben tehetem meg, ahol olyan emberek hallgatnak meg, akik kíváncsiak erre. Ez nekem is fontos. Ettől függetlenül azért itt a héten ugyanúgy van egy bejelentkező videóm, és vibrátorokat választottam most így témának, nem is véletlenül. Nagyon-nagyon sok ellentétes dologgal találkoztam, ahogy a vibrátorokról beszéltünk, és az én életemben is azt, hogy így egy, mit jelent egy vibrátor, vagy hogy használom, az nagyon-nagyon sokat változott. Igazából több fordulópont is volt benne. Úgyhogy elmondom nektek, hogy én mit látok, és én mit gondolok arról, hogy a vibrátor az alapvetően hasznos segédeszköz vagy. Eltompítja az érzékeidet, és egyáltalán mit érdemes így róluk tudni. Ez nem akar egy ilyen vibrátor ajánló videó lenni, ahol elmondom, hogy is, ha ezt szeretnéd, akkor az ilyen típusú vibrátort választ. Egyébként nem rossz ötlet, lehet, hogy majd egyszer csinálok egy ilyet. Szóval a vibrátorok esete. Nem is olyan régen egy barátnőmmel beszélgettünk egy hozzászólásról, ahol a vibrátorokat nagyon lehúzták, és ős ellenségnek nyilvánították ki. Nekem személy szerint nem az ős ellenségem a vibrátor, sőt, én nagyon-nagyon sok olyan nőt ismerek, aki a vibrátornak köszönheti azt, hogy egyáltalán megtanult elélvezni. Nem távolabb vitte őket az orgazmustól a vibrátor, hanem közelebb hozta. Hogy miért és hogyan? Az egy nagyon érdekes sztori. Nagyon nagy kedvencem Betty Dodson, aki a Liberation into Masturbation-t írta, és a Sex for One könyvet is többek között, és a 70-es években a maszturbálás és öngyönyör szerzésnek az igazi úttörője volt. Ő volt az, aki rengeteg nőt megtanított élvezni annak idején is maszturbálni. És rengeteg férfit megtanított arra, hogy férfinak lenni is jó, és milyen, akár a férfi maszturbálás is, egy egészen másfajta szemszögből. De leginkább nőkkel foglalkozott, és tudok olyat, van olyan ismerősöm, aki majdnem 60 éves koráig küzdött azzal, hogy nem volt orgazmusa. Betty Dodson egy videójának, meg annak az elfogadó közegnek, amit ott tapasztalt, köszönheti azt, hogy aztán mégiscsak lett. Úgyhogy Betty Dodson vette észre talán, és hozta így jobban a nyilvánosság elé ezeket a kerekfejű masszírozókat, hogy ezek mennyire jók, és milyen sokat tudnak segíteni abban, hogy orgazmusunk legyen, és ő egyébként egy grafikus művész volt, akinek egy csomó képe és műalkotása olyan, hogy egy nő vibrátorral van rajta. És volt ebből kiállítása, és így tovább. Ami azért a 70-es években egy egész más kategória volt, mintha mondjuk így a mai világot néznénk. De ha azt mondom, hogy vibrátor, akkor a legtöbbször egy ilyen dildó, a farok alakú dolog jut az embernek az eszébe, és az, hogy ez így vibrál. Tehát, hogy alapvetően ugye ez a vibrátor képünk. Most ez azért eléggé kiegészült ezekkel a masszírozó Hitachi Magic Wandekkel, amiknek ez a nagy kerek fejük van, és bazi erősek is, be lehet őket dugni a konnektorba, és intenzívek, és gyorsan el lehet tőlük élvezni. És így tovább, úgyhogy azért van ez a vibrátor képünk is, aztán ugye ez most egy csomó másfajta vibrátorral kiegészült. Én személy szerint nagyon szerettem a Hitachi Magic Wand-szerű vibrátoromat annak idején. Ez még akkor volt, amikor orgazmus problémáim voltak, és az a vibrátor,
az nagyon megbízhatóan működött nekem. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy én azt annyira szerettem, hogy ha azt mondták volna nekem, hogy van 5 percem, hogy összecsomagoljam a legfontosabb dolgaimat, akkor kb. Majdnem így az elsők között tettem volna, a táskámba vagy a hátizsákomba. Közben meg most már nincsen ilyen vibrátorom, és van azért egyébként vibrátorom, de nem ez a típusú. És nagyon-nagyon jó érzés volt tudni, hogy én tudok élvezni, hogy tudok akár gyorsan is élvezni. A hüvelyi vibrátorok, vagy egyáltalán bármi, ami a puncimban rezeg, az nekem így nem igazán okoz örömet. Azt szoktam mondani, hogy nekem a személy szerint olyan érzés, mintha a saját örömömtől elválasztódna, és az felülírodna egy ilyen külső vibráló dologgal, ami nem velem együtt rezonál. És én ezt az érzést személy szerint nem szeretem. Akkor sem, amikor a szexuál blueprintemben vagyok, pedig akkor vagyok még talán a legnyitottabb rá. Nagyon szeretem a külső vibrátorokat, főleg azokat, amiknek van többféle különböző programja, mert shapeshifter lévén így a kiszámíthatóságot a szexben én így nem tolerálom túl jól, és nem hoz nekem túl sok örömet, elég gyorsan elunom a mindenféle mintákat. Számomra az álom vibrátor olyan, hogy nem tudom megjósolni, hogy mit fog csinálni a következő pillanatban, és össze-vissza csinál dolgokat. És egy ilyen programon megy. Az én álom vibrátorom az ilyen, az intenzitásban és ritmusban és bármiben, minden ilyesmiben az működne nekem mondjuk így a legjobban. Úgyhogy olyan vibrátorom van, ami külső, nagyon szeretem a melleimen a vibrátort és ezt az ingerlést. Van egy kifejezetten egy ilyen rimming effektet tudó ilyen fenék vibrátorom, azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És az a vibrátorom, amit egyébként így bárhol lehet használni a testen, azt még a csiklomon is szoktam néha használni, amikor úgy érzem, hogy nekem most ez esne jól, akkor is általában valamilyen anyagon keresztül. Mindig lehetőség az, hogyha úgy érzed, hogy neked túl sok vagy túl intenzív egy vibrátor, akkor valamilyen anyagot használsz a tested és a vibrátor között. Ez egész más élményt és érzést ad, mint az, amikor a vibrálás az akadálytalanul, kifejezetten a mesztelen bőröddel érintkezik, vagy akár benned van. Igen, tud a vibrátor elérzékenyíteni pillanatnyilag, hogyha túl erős, hogyha nagyon felülírja ezeket a belső ingereket, de nagyon hasznos tud lenni abban, hogy kiépíts egy kapcsolatot, hogy na hát én így tudok élvezni, ez különösen azoknak jó, akik egyébként meg nehézségekkel küzdenek az orgazmus terén. Ami viszont szintén fontos itt, hogy ne csak a vibrátorod legyen az eszközöd. Tehát ha már tudod, hogy ez működik, és használod a vibrátorodat, nagyon jól el lehet kezdeni így beizzítani a többi részedet, és érzékenyebbé válni, és kevesebb ingertől is akár ugyanolyan csúcsokra, vagy akár még nagyobb csúcsokra jutni, mint amiket a vibrátorod ad neked. Egy kicsit, és ez főleg az orgazmusokra különösen igaz, hogy hajlamosak vagyunk kiépíteni egy orgazmus rutint. Ugyanazzal a vibrátorral, ugyanabban a pózban, ugyanúgy csinálni, ugyanúgy maszturbálni, ugyanúgy orgazmushoz juttatni magunkat. És ez tök jó, megbízható, komfortérzetet ad, tudod, hogy működik. Szuper. Viszont ezzel olyan, mintha egy ilyen utat válnál, minden egyes alkalommal újra, és újra, és újra, és újra, ugyanahhoz a dologhoz, az esetünkben az orgazmus, vagy maga a gyönyör lenne, mert én nem is feltétlenül mondom azt, hogy ez csak az orgazmus lehet, hanem maga a gyönyör, és ez nem tud széles lenni, ez így mélyül, de nem tudsz többet befogadni. Ezek a rutinok el tudnak vágni attól, hogy elkezd megtapasztalni gazdagabb érintéseket, gazdagabb gyönyört, másfajta érzeteket, jobban be tudnak zárni egyfajta ebbe a rutinba. És onnantól kezdve, és ha ezt főleg sokáig csinálod, vagy akár nagyon-nagyon hasonló környezetbe, sokkal nehezebb
kitörni, minthogyha folyamatosan próbálod szélesíteni azt a fajta repertoárt, ami neked működik, vagy ahogy én ezt szoktam hívni, a játszóteredet. A játszótered akkor a legizgalmasabb, hogyha van választásod. Ha azt használhatod, ami éppen aktuálisan neked a legjobban esik, és ebbe a vibrátor ugyanúgy beletartozik, mint az, hogy esetleg lehet jóni tojásod, hogy esetleg egy jóni masszást kapsz, vagy egy lingam masszást kapsz, mert ide tartoznak azért a vibráló farokgyűrűk is, és nekem nagyon sok olyan nőismerősöm van, aki szintén nagyon sokat köszönhet ezeknek a gyűrűknek, és annak az élménynek, meg élvezetének, hogy egy kicsit többet tudott kapni, több ingert, és ez jól esett, és ez át tudott törni benne egy falat, és jobban tudott kapcsolódni az élményhez is, mint ahhoz, ami történik. Sok minden lehet. Nekem a szexuális térképem, vagy a vágy térképem, inkább így mondanám, amit a blueprintekkel le lehet írni, az úgy néz ki, hogy elsődlegesen először az energetikai blueprintem van elől. Jobban szeretem a vágyakozást, szeretem a távolságot, a szinte nem is hozzámérő érintést, érezni a kapcsolódást, érezni az energiát. És aztán másodszorra aztán ebből szoktam belerobbanni a szexuál blueprintbe, ami meg így a behatolás, a nemi szervek, a úristen szopni akarok, vagy egy farkat akarok a puncimban, és ennek a boldogsága, meg a gyönyöre, hogy nincs elválasztottság. És ebben a vibrátorok szintén nagyon sokat tudnak adni. Elképzelhető, hogy az energetikai részemben például hirtelen vagy túl gyorsan vibráláshoz jutni, vagy vibrátorral játszani, az engem így ki tud sütni, mert az energetikai részem a legérzékenyebb. Annyira érzékeny, hogy hozzám se kell érni, és el tudok élvezni tőle. Na most, hogyha itt megdobsz engem egy olyan vibrálással, vagy megdobnál, ami túl erős és túl intenzív, akkor abban a pillanatban a testemből így diszociálnék, nem tudom, hogy ennek mi a magyar neve, mindig angolul szoktam, és angolul tanultam, tehát nem vagyok a testemben, kilépek, és nem vagyok az élményben, mert túl sok. De azért, mert túl kevés, hanem mert túl sok. Én mindig mindenkit bátorítok arra, hogy amikor expanzív élménye van, és épít magának egy újabb, nagyobb játszóteret, és új dolgokat hoz be, és kíváncsi, akkor semmiképpen ne csak a több irányába menjen, hanem a kevesebb irányába is. Nekem volt kifejezetten olyan ilyen expanzív, gazdagító élményem, amikor a kevesebben építkeztem, hogy mit tud adni, ha kisebb területen dolgozom magammal, ha lágyabb érintést adok, vagy ha csak tartom magam, és gyönyörű élményeim voltak ebből. És ahogy mondom, ugyanakkor persze ott a választás ahhoz is, hogy így ez lehet több, vagy gyorsabb, vagy erőteljesebb. És ha már itt vagyunk, akkor így hozzáteszem, hogy már sokan nem ismeritek annyira a blueprinteket, a szexuál blueprint talán az egyik legismertebb blueprint, és legtöbbet a pornófilmekben találkozhatsz vele, végtelenül egyszerűen működik, ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne mély. Nagyon a szexuál blueprintnek a szex és a szexualitás az a lételeme, az alapeleme. Napi szinten szüksége van rá, nagyon erős a libidója, imádja a mesztelenséget, nagyon szereti a nedvességet, az ezzel kapcsolatos dolgokat, imádja az orgazmust, és nagy szüksége is van rá, van az orgazmusokra arra, hogy tudja, hogy ez benne van az élményben. Miközben másoknál esetleg ez egész más, hogy nyilvánulnak meg a csúcsok, a szexuálnak ezt nehéz megérteni, hogy másnak ez másképp van. Amikor beszélgetek emberekkel, és így valaki azt mondja, hogy ú, nekem nincs semmi problémám a szexben, de a partnerem, akkor tudom, hogy egy szexuállal beszélek, akinek így általában nincsenek orgazmus gondjai, inkább azzal van gondja, hogy a libidója, vagy a kezdeményező készsége nem annyira találkozik ugyanannyi nyitottsággal, és emiatt nem tud élni a szexualitásával úgy, ahogy szeretne. És ez az egyik ilyen gondja. És pont emiatt, hogy ennyire gyorsan és intenzíven és behatolás központúan és mesztelenség központúan szeret lenni,
Ezért egy csomó mindent elveszít szintén. A szensuál szépsége neki így nem annyira jön át, sokkal inkább gyakran, inkább unalmas, és nem ért, hogy mi ebbe a tuti. Az energetikai blueprint az meg kifejezetten ilyen érthetetlen. Amikor, hogy ezt elmondtam az energeticnél, így a távolság az akár több is, és lehet orgazmushoz jutni, és energetikai orgazmusokhoz is, élményekhez, úgyhogy még csak érintés sincsen. A szensuálban meg a bőrnek a találkozása, az ölelés, az egymáshoz simulás, tehát itt a bőr az, ami találkozik, addig a szexuál az már behatolni akar, benne akar lenni a másikba, vagy érezni annak a telítettségét, hogy bennem van a másik. És ennek az igényei nagyon erős. És ahogy a szensuál blueprintnél is elmondtam, amíg a szensuálnak le kell lazulni általában ahhoz, hogy így megnyílhasson a szexre és a behatolásra, addig a szexuál blueprint meg akkor kell lazul le, ha végre szexben volt része, volt egy orgazmusa, és itt tovább, és akkor azt mondja, végre minden rendben van, akkor a világ kerek hirtelen. És ez nem tart olyan sokáig, egy darabig eltart, de nem feltétlenül sokáig. A szexuál nagyon hajlamos megítélni másokat a szerint, hogy mondjuk milyen farka van, mekkora farka van, milyen a merevedése, mennyire nedves a partnerének a puncia vagy a sajátja, hogy az orgazmus milyen gyorsan jön, mennyire megbízható, és ebben a fajta teljesítménykényszerben lenni nem könnyű. És ha ezt a teljesítménykényszert le tudja vetni, és egy kicsit jobban tud tágulni és odafigyelni arra, hogy mi történik, és nyitottabb lenni más blueprintekre, akkor fantasztikusan meg tudja lovagolni mindazt az adottságot, mindazt a gyönyört, mindazt a komplikációmentes, igazi flow-t, ami az ő szexualitása tud lenni, ahol így nincsenek tabuk, és egyszerűen csak jó egymással lenni, és egymásban lenni valamilyen szinten, vagy körbeölelni a másikat. Hát, ezt szántam így ma ide az orgazmusok és a vibrátorok témájához, és egy kicsit azt még azért hozzátenném, és ez nagyon össze is cseng a szexuál blueprinttel, és az ő teljesítménykényszerével, meg azzal, hogy szerintem mi a szex, vagy a szexualitás, és hogy ennek a fogalmát hát tudja értékelni, akkor mennyivel több és gazdagabb élménye lehet. Szóval egy kicsit összefügg ezzel az is, hogy gyakran találkozom azzal, hogy normatívan gondolkodunk a szexről. A szex akkor jó, ha. És akkor ide-ide ezt ki lehet egészíteni azzal, hogy ha orgazmusunk van, vagy ha egyszerre van orgazmusa mindenkinek, vagy a szex akkor jó, ha egyből kemény a partnerem farka, a szex akkor jó, ha, és ez azt is jelenti, hogy én is akkor vagyok jó, ha így, meg így, meg így működöm, és nincs meg annak a szabadsága, hogy én lehetek bármilyen. Lehet egy férfi őrülten kanos, és kívánhat téged nagyon, és még sincs merevedése. Sokszor éppen pont ez az nagyon erős és intenzív érzés az, ami az akadálya tud lenni egy merevedésnek. Lehet egy nő nagyon a vágyában, és nagyon akarhat veled lenni, és mégsem nedves. És nem azért, mert valami baj van vele. Ezek a fajta ellentétes, nem a megszokott szerint működő testi érzetek, meg reakciók és megnyilvánulások, ezek nem feltétlenül a megbízható jelei annak, hogy valaki élvez-e valamit, vagy sem. Mint ahogy az sem, hogy mennyire hangos, vagy mennyire halk, lehet sokkal internalizáltabb az, hogy én hogy élem meg a vágyamat, és lehet ez egy sokkal nyitottabb dolog is. És én mindenkit továbbra is arra bíztatok, hogy kísérletezz, hogy nézd meg, hogy mi esik jól. És ha egyszer valami jól esett, attól még add meg magadnak annak a szabadságát, hogy legközelebb máshogy fog jól esni. És ennek a felfedezését és a gyönyörét, hogy a partnered és te magad is lehetsz értékes és érdekes és izgalmas, és különböző alkalmak és események különböző eredményekhez vezethetnek. Mert van felfedezni való, van hova tágulni. A szex az egyik leggyönyörűbb dolog, hogy így egész életre való felfedezni való van benne. És aztán még ott nem is tartottam, hogy kinek mi jelent, mi az, hogy szex. Mikor kezdődik egy szex, és mikor van vége, mi az, ami szexuális, és mi az, ami nem. Úgyhogy most ezen a héten egy kicsit boncolgatjuk ezt.
a zárt csoportban, ahova egyébként jelentkezhetsz, a linket be fogom tenni ide a kommentek közé, és akkor te is meg tudod nézni azokat a videókat és tartalmakat, amiket oda felteszek. Oda te is írhatsz, hogyha a csoport tagja vagy, ha betartod a csoport szabályait, és szívesen látunk. Mert nagyon szeretném, ha lenne egy olyan tér, ahol lehet egymást tisztelve, nyitottan megnyilvánulni arról, hogy mi az, ami nekem öröm a szexben, és mi az, ami engem boldoggá tesz, beleértve a mocskos dolgokat, ugyanúgy, mint az elfogadott dolgokat. Így ezért egyébként a jövő héten a Kinky Blueprintnek lesz a hete, aminek nincs igazából magyar megfelelője. Vagy huncutnak, vagy perversnek hívod, de igazából ez egy nagyon széles spektrum a huncut meg a pervers között, és egy kicsit így ez lesz majd a jövő hét témája, de most még itt vagyunk a szexualitás témájában és a szexuál blueprintben, úgyhogy ezzel megyünk még ezen a héten. Nagyon szép estét neked, és fél hétkor lesz az élő bejelentkezőm, ha minden igaz. Kérdezzetek bátran, és írj kommentet bátran, én csak örülök, ha kapok visszajelzéseket arról, hogy mit indított el benned valami. És akkor kialakulhat egy párbeszéd, és értéket teremtettünk, és hozzájárultattunk ahhoz, hogy akár a saját életünk, de nincs bizonyos esetekben, akár másoké is gazdagabb és élménydúsabb legyen. Szép estét neked! Szia!